Szigorú protokoll határozza meg a koronázási ünnepség menetrendjét, amelytől senki sem térhet el. A meghatározott etikett mellett a biztonsági intézkedések is rendkívül szigorúak. A koronázáson államelnökök, királyi családok képviselői és Európa vezetői is részt vesznek. Novák Katalin köztársasági elnök személyében először vesz részt brit uralkodó koronázásán hivatalban lévő magyar államfő. Ez volt az a pillanat, amikor a magyar köztársasági elnök megérkezett a koronázás helyszínére. Hivatalban lévő magyar államfő most vesz részt először brit uralkodó koronázásán. Legutóbb 1953-ban Rákosi Magyarországa nem képviseltette magát államfői szinten II. Erzsébet koronázásán. 1937-ben Horthy Miklós sem vett részt 6. György koronázásán. 1911-ben és 1902-ben csak trónörökösi szinten képviseltette magát Magyarország. 1838-ban pedig még nem nagyon volt szokás a külföldi uralkodók részvétele. Ez egy állami rendezvény, egy nagyon kötött protokollrend szerinti rendezvény. Nagyon szigorú szabályrendszert kell követniük azoknak, akik részt vesznek a ceremónián, de a hagyományos elemek mellett több ponton is eltér III. Károly koronázása édesanyjáétól. Az elhunyt királynőnek ugyanis több mint 7000 vendége volt, most Károly királyt jóval kevesebb, 2000 meghívott jelenlétében koronázzák meg. Károly király kívánsága szerint a most jelenlévő állampolgárok szolgálatába kíván állni, ami azt jelenti, hogy beemeli ezeket a egyházi méltóságokat is a szertartásba, tehát a végén a kesztyű átadás például a szikek kiváltsága lesz. Fegyveresek, egyenruhások és több tucatnyi rendőr. A koronázás miatt ez a látvány fogadja az embereket Londonban. Az előkészületek már több napja tartanak. Lezárták a környező utcákat, és kordon jelöli a királyi hintó útvonalát is. Hogyha egy területen nem végzik el ezt a munkát megfelelő minőségben, akkor az egész biztonsági rendszer ingataggá válhat. A védett emberek miatt pontosságot követel egy ilyen esemény. Erről az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója beszélt. Horváth József szerint más intézkedéseket követel az államfők és a királyi családok képviselőinek védelme, de London minden tekintetben felkészült. Arcfelismerő rendszerre a adatbázisokkal való összevetése kapcsán igyekszik majd kiszűrni azokat, akik akár a előéletük kapcsán, akár azért, mert nem ismeri őket fel a rendszer, mert olyan illegálisan Nagy-Britániában tartózkodó bevándorlók, akiknek még nincsen regisztrációjuk, hogy ezeket a személyeket, akik egyébként kockázatot jelentetnek, ki tudják szűrni. A szakértő hozzátette, Nagy-Britannia felkészült egy ilyen esemény lebonyolítására. A biztonság érdekében pedig a teljes brit biztonsági közösséget bevonják a hétfőig tartó ünnepségsorozatba.